Sziasztok gyerekek! Ebben a videóban egy Xiaomi Mi Portable Bluetooth speaker 16 wattos hangszórót fogunk tesztelni. Hát nem tudom. Nem tudok sok mindent mondani róla. Annyit tudok, hogy jó hangja van és vízálló. 16 wattos az egész. Mindegy, akkor bontjuk is ki. Két diszka majd hozott is két. A dobozt nem kéne szétbaszni, ezt úgy kell csinálni. Pedig nagyon komoly. Szóval, itt van egy leírás. Látjátok? Lássát! Ebbe kaptunk hozzá szerintem egy könyvet. Na, figyelj, szokásos, amit kapsz egy csomaghoz, az egy C-s töltő, aminek kell. És van benne egy papír. Jó, vedd meg. Elszaladossátok. Na, itt van, látjátok, ez a hangszóró. Na, be is lehet kapcsolni így. Igazából, és ezt szétbasszuk, mert le kell tesszeni. Figyeljétek, megmutatom a család. Menő? Nem. Igen. Na, ez a kis, ez a kis pöcs, ez azt jelenti, hogy be van kapcsolva, azért világít. Ha világít, akkor be van kapcsolva, ha nem, akkor nem. Ez ugye a hangerőt szabályozza, lefelé, ez meg főfelé. Ezzel át tudjuk ugorni, ha nem kíván CD-t hallgatni, akkor faszom tudja, nem tudom, hogy kell mondani. Ez ugye a Bluetooth, bekapcsoljuk a Bluetooth. Nem kíván CD-t, át tudjuk ugorni. Ezzel meg elvileg... De nem, ezzel elvileg össze tudjuk kapcsolni egy másik ugyanilyen hangszóróval. Szóval, hogyha van egy barátodnak ugyanilyen hangszórója, akkor kiviszem ezt, meg ő is kihozza ezt, és akkor összekapcsolódik, és akkor jó lesz minden, értitek. És ez miért jó? Mert fasz tudja, hangosabb lesz. The Bluetooth device is connected successfully. Power on. Hallottátok? Bluetooth pairing. És most kell egy telefon. Jaj, bocsánat. Jó, na, szóval itt van a hangszóró. Volt köptem, mint az állat. Így kell Bluetooth, be kell kapcsolni a Bluetooth-t. Ott a pofám. Mi Portable BT Speaker. Párosítás. Bluetooth connected. Hallottátok? Benyomjuk a legjobb zenét a világon. Nem tudom kiírni get. Most a második prostát. Na. 2021 Ironchannel volt rám. Bricko Bricko Ironka, itt van Ironchannel Ironsika 2.0. Ez szar, mert szar a hangminősége a gecis videónak. Ott a csatornám, úgyhogy nézzétek meg, iratkozzatok fel. Beíró kedvenc szeret. Zambó Jimmy. Puhangere. Ez a boldog. Ez a boldog. Szerintem. Basz meg. Basz. Thank you.
Szóval, itt van egy olyan, hogy aux és charge. Ezt itt ki lehet pattintani, valahogy nem tudom. Kurva anya. Itt lehet tölteni, nem tudom, hogy mennyire átszolik. Na, ott így. Lehet tölteni, meg ilyen geci jacket lehet beledugni. Szóval ez egy vízálló hangszóró elvileg. Elvileg, gyakorlatilag nem biztos. Basszuk bele a kurva, az kiderül. Használt egy utasítást, megkeresik a magyart, hogy nem kell használni. Szóval, magyar szerintem az kurvára nincs benne. 70 dB. Ez nem tudom mi, de majd aki tudja, az leírhatja kommentbe, ugye vár. De majd írjátok nekem privátban, messengeren az a nevem, hogy... Searching for connection. Most keresem a másik párt, az egyisebb párt. Térjünk át arra, hogy a max hangerő például mennyi, mennyit bír az akkumulátor, ilyenek. Szóval a kurva anyázat. Tessék, bozó. Köszönöm. Na, az akkumulátorja, ugye, amit itt előbb is néztünk, bír 13 órát teljes feltöltéssel. Van benne EQ, szabályozni lehet itt a fasságokat, meg ilyenek. 16 wattos, ami egy JBL Go-hoz kurva jó. Mert ugye a JBL Go az azt hiszem 3 wattos, és az kurván nem ér semmit, és az 12 000, az meg 14 000 volt, és ez 16 wattos, az meg 3. Szóval ez sokkal jobban megérte, na mindegy is. Itt van, hogy IPX7, az vízálló, egy darabig, nem sokáig. Itt van egy mikrofonjel, ugye ez jelzi, hogy mikrofon van benne. Szóval igen. Igazából van több szín belőle, piros, kék, meg fekete, nekem fekete van, mert ez a legjobb.